20 előadás hangzott el a mai napon, abból 3 külföldi, angol nyelvű előadást hallottunk végig. A konferencia alkalmat adott arra, hogy fiatal kutatók megjelenhessenek szakmai fórum előtt. Ez a konferencia alkalmat adott arra, hogy a vásárlátogató közönség megismerje a ManuFuture technológiai platform munkáját és az ehhez kötődő vállalati alkalmazásokat. És amiért mi itt szeretnénk maradni a teremben, az az, hogy a jövőt kellene tisztázni. Tudnénik, azok a munkák, amelyek a ManuFuture keretében elkészültek, ezek lezárt, kész, becsületes munkák. Mi követelni kell a szakpolitikától, hogy becsülje meg az ország tudományos közvéleményének a tevékenységét, mert mi azt a feladatot kaptuk, és én visszatérek a ManuFuture-re, hogy vetítsük előre a magyar gépipar innovációs természetének jövőképét, vetítsük előre azt a kutatás-fejlesztési stratégiát, amely úton még szabad Magyarországnak haladnia, és azt vizsgáljuk meg, hogy a kitűzött célok eléréséhez milyen erőforrásokra van szükség. Hadd mondjak egy számadatot. Kiszámoltuk, hogy mennyi a magyar gép és feldolgozó ipar GDP-hez való hozzájárulása. Azt mondtuk, hogy 2% az, amit PPP konstrukcióba a magyar államnak illene támogatnia. Mi azt mondtuk, hogy ez 350 milliárd forint. És készítettünk egy olyan tervet, amelybe 2011-re enyhébb ráfordítás, 12-re, 13-ra, 14-re növekvő GDP ráfordítást kértünk. Állami támogatás. Ezzel Matolcsi miniszter úr egyetértett. Csak azt kérte, hogy értsük meg, hogy 2011-ben mindenki zsebe üres. Tehát 2012-ben, 13-ban, 14-ben jön majd a Kánaán. Na most, a lényeg az, hogy ha a gép- és feldolgozóipar számára évente átlagban egy 350 milliárd forintos kutatás-fejlesztési innovációs ráfordítás az, amit felét a vállalatoknak, felét az államnak kéne produkálnia, akkor az a magyar költségvetéssel fedezhető teher lenne. De erre a szakpolitikusok nem válaszolnak. Tehát a munkánkat úgy érezzük, hogy pusztába kiáltottuk. Na most jön. Legalább 700 értelmes felsőfokú végzettségű, gyakorlott szakmai életben vezető magyar szakember vett részt a 20 nemzeti technológiai platform munkájában. Ezeknek az embereknek a véleményét nem lehet egy várándítással elhesengetni. Ezek az emberek kötelességüknek érezték azt, hogy visszaadják a nemzetnek, ami az életükben nekik jutott. Én tudom, hogy a pokol útjai is jó akarattal vannak kikövezve, de biztosan remélem, hogy
a nemzeti technológiai platformoknak az a csoportosulása, ami most spontán módon szakmai tömörülések kialakult, az megszabja azt a lehetőséget, hogy a közeljövőben nem a 20, hanem a 6-7 platform tömörülés további tanácsokkal szolgálhasson a kormányzatnak és a szakpolitikának. Szeretném, ha valami ilyen irányba indulna el a beszélgetésünk. Köszönöm mindenkinek a megjelenést és a technikát.